sportosat. Híradónk vendége, ifja Bozsik József, a fogadhajtók egykori kapitánya. Szervusz, üdvözöllek! Üdvözöllek! Noha az időjárás még nem azt mutatja, de azért már március közepén is túl vagyunk, itt a tavasz, most már lassan kellene, hogy a lovak kint is dolgozzanak, mozogjanak, mert ez a fedeles szezon most már hamarosan lecseng. Így van. Mi újság? Mi van veled? Pihennek még a lovad? Most ebben az évben nem fogsz hajtani, nem fogsz versenyezni? Már versenyeztem, úgyhogy Kaposváron egy fedeles versenyen elvittük az egyik nagyon nagy reménységünket, egy Sir Donner hálaposságú Lari nevű lovunkat. Nagyon-nagyon nagyszerűen teljesített egyébként, ahhoz képest, hogy első versenyem volt, minket is meglepett, hogy milyen nyugodt és kiegyensúlyozott. Még soha nem versenyzett? Fedeles versenyen még nem, ez volt az első ilyen verseny, a fedeles versenyeket a szakma, én onnan azt mindig a szakma oldaláról közelítem meg, mi nem szeretjük. Egy picit a lovaknak ez nem kedvező, hogy nagyon-nagyon kevés a bemelegítési lehetőség, kijössz egy mobil boxból, bemelegítesz a betonon, jobb esetben mondjuk egy kisebb fedeles, ahogy Kaposváron van is, de nagyon sok helyen nincs bemelegítési lehetőség, és bemész, és ott bizony ott aztán közönség és hang. Magyarul hidegen. Hát igen. Hideg motorral kell végig. Sok esetben igen, illetve azért az idegrendszerét a lónak szintén jobban megterheli egy fedeles verseny, mint mondjuk tulajdonképpen kint a szabadban mondjuk egy díjhajtás, ahol tulajdonképpen őt nem zavarja semmi, és a szabadban van, és a füvön, és stb. De a fedeles versenyekre is most már nagyon-nagyon kell készülni. A külföldi nagy világkupákon nagyon-nagyon nagy pénzdíjak vannak, több millió forintot lehet pár nap alatt tulajdonképpen keresni. Úgyhogy ez irányba megy el a sport. Egy picit számomra sajnálatosan. A nézők miatt fogadjuk. A nézők miatt. Úgyhogy épp Szotyori Nagy Kristóf volt nálad, és neki a beszámolóját néztem meg tulajdonképpen, és hát bizony ott is több furcsaságot vélem felfedezni, hisz elmondta, hogy lassan a budapesti lovasok nem is akarnak még az agglomerációba se kimenni lovazni, hanem itt Budapest belvárosába kényelmes nekik egy 100 méter x 100 méteres lepedő méretű placon az emberek, lovagolni de ez már minden, a smogba. Igen, de ez már sajnos ez egy jelenség. Elkényelmesedtek az emberek, sietnek, nincs most már arra idejük, hogy 8-9 órát töltsenek a lovaglással, mert ugye itt a Tatiba leszáll, bemegy gyorsan, itt megvan 2 óra alatt, de hogyha ki kell mennie, mindegy hová, akkor már az idő. Vissza kell jönni idő, lóval kell foglalkozni, tehát nincs nekik 6-8 órájuk ma már az embereknek. Noha szeretnének a lovakkal foglalkozni, de már nincs annyi idejük, mint ahogy minden másra is így van. Tehát ez ebből fakad sajnos, ami nem jó, a lovaknak sem jó. Én igen, egy kicsit radikálisabban fogalmaznék ettől, hisz egyébként tudom, hogy te sem egy belvárosi smogba tartod a lovat, hanem neked is nagyon-nagyon jó érzés, mikor az erdőbe kimész és lovagolsz. De éppen ezért én is, meg a családom is feláldozza a szombat vasárnapot. Így tehát van. Csak az van, mert azt nem lehet másképpen csinálni. Tehát nincs más. De jó, de az emberek ezt is, azt is, azt is csinálják, tehát sok mindent elaprózódnak, és így a lovaglás is elaprózódik. Sajnos. Én viszont azt mondom, hogy akinek nincs ideje ma Magyarországon legalább 3-4 napot foglalkozni a lóval, kultúrát, körülmények között, az ne lovazzon. Mert ez igazából meglátszik a nézőszámon, meglátszik az eredményességünkön, hogy lassan igazából azokat támogatjuk, akiknek egyébként is lenne pénze tulajdonképpen lovazni. Azok bemehetnek a Tatterzárba, de például ott van Kaposvár, ott vannak egyetemek, ahol például ott most tanítok, és ott például a diákoknak nincsen lehetőségük lovagolni, illetve fogatot hajtani, míg a budapesti embereknek lesz lehetősége a Tatterzárba, csodás körülmények között. Nem a kérdőjelezem meg azt, hogy ennek a szükségességét, hisz nagyon sok ember lelki világát, ez most illetve pár családnak a zsebét is tulajdonképpen nagyon jól irányba befolyásolta, hogy lett egy Tatterzárunk, de a szakma az abszolút nem ezt kívánja. Tulajdonképpen sokkal eredményesebb lenne egy ilyen lovasközpont, egy kultúráltabb agglomerációban mondjuk, ahol tulajdonképpen van egy vágtapálya, van egy terep, és tulajdonképpen tényleg egy picit azokat támogatni ezzel, akik valóban
lovazni szeretnének. De ezt hol tudnád megvalósítani? Rengeteg ilyen hely lenne az országban egyébként. Jó, csak tudod, minden út Budapestre vezet. Na most csak itt van a Mezőhegyes, ugye a fiatalok világban is szokták rendezni, és nagyon sokszor pont azért nem jönnek a külföldiek el, mert Budapestig eljönnének, de már Mezőhegyesre nem. Igen. Így van. És ez nem magyar jelenség. Mezőhegyesen és Szilvásváradon semmi másnak nem lenne helye, csak a Ménesnek. Magának a Ménesnek ott van olyan terület, a Nóniusznak, a sportlovaknak, talán még a Gidránnak is, már azt ugye ide-oda hurcibálják, fogalma nincs senkinek jelenleg, hogy mit lehetne a Gidránnal valóban kezdeni. Kisbéri ugyanez a helyzet. A Szilvásváradon a Lipicai Ménesnek helye van, ott van az a karsztos vidék, ami tulajdonképpen a szlovéniai Lipicának teljesen megfelel. Uh-huh. Jó helyük van ott a lipicai lovaknak, de oda stadiont vagy fedeles lovardát építeni, még a Tatterzárnál is nagyobb batárság, hisz ott tulajdonképpen üresen állnak a létesítmények. Ezért jó a Tati, mert ugye Pestet mindenki megközelíti. Persze, igen, igen. Csak igen. Viszont a terület azért kicsi ez a, nem tudom hány hektáros ez a Tatterzárnál. 4,5 hektár. Tehát ez kicsi az, hogy minden bemelegítő, stb. A kincsenparkban nem lehetett volna azt inkább egy kicsikét átalakítani? Én biztos, hogy oda vittem volna. Illetve hát eleve el se kellett volna adni az ügetőpályát, de ha már eladtuk az ügetőpályát és helyére egy pálázát építettünk, igen, akkor viszont a Tatterzának a helyzetét, azt a tényleg lepedőnyi méretű helyet is nagyon-nagyon jó át kellett volna gondolni, sokkal jobban, hisz egy horribilis pénzt felemésztett ez a beruházás. Indult 1,5 milliárdról, lett 2,2, aztán 3,5 milliárdba állt meg. Mindenesetre most a díjugrató versenyeket nemzetközi tudnak ott rendezni, arra teljesen jó és tökéletes, az megfelel a nemzetközi elvárásoknak. Nem. Nem? Nem. Tulajdonképpen a nagy többsége a nézőknek már a megnyitót is bent, a benti részről egy kivetítőn tudta nézni. Uh-huh. Nem férnek be a nézők, nem férnek be a lovasok, az nagy nemzetközi versenyre is egy picit úgy gondolom, hogy alkalmatlan. Nem beszélve a parkolási lehetőségről, amik mondjuk a plázában, a mellettelő plázában is egy hétvégi napon eleve telt házban. Igen. Nem tudnak megállni az emberek. Ez jelen pillanatban... Még ezzel mondom, még dolgoznak erre, van még egy opciójuk, de egyelőre nem hivatalos, tehát azért nem mondhatom, de van úgy néz ki, hogy felszabadul egy 1,5 hektár terület. Igen, tudom, van még ott tulajdonképpen 2 hektár is, amit meg tudnak vásárolni. Igazából akkor se lesz alkalmas erre, főleg ha a nemzetközi tendenciákat nézünk. Főleg ha megnézzük Aachent, főleg ha megnézzük mondjuk Amerikában, de Németországban, igen, de Szlovákiában, nem kell nagyon messze menni Szlovákiában, milyen rendezvényeket építenek, rendezvény központokat. Jó, csak itt mondom még egyszer, minden út Budapestre vezet, lásd Bábolna. Megfelelt volna, hogy... az is sok mindenre, ugye ki lehetett volna, jó, de már annak a megközelítése megint szint, már az gondot okozott. Igen, erre lenne, mondom, nem akarok neveket mondani, szintén üllőt, Bábolna is nagyon jó helye van, a Ménesnek tulajdonképpen. De ha meg lehet nézni az utóbbi 100-200 évet, hogy mindig vitték tulajdonképpen a Méneket, Mén összközpontosító állomásra, a legjobb lovakat kiképző bázisokra, Tápió, Szentmárton, stb. Mindig megtalálták azokat a talajadottságokat, azokat a helyszíneket, ahol kiképezni magát a lovat tulajdonképpen jól lehetne. Jelenleg is így van a Kincsem Park, ugye, ahol a galopp és az ügető ki lett költöztetve, ott is sokkal nagyobb területek állnak rendelkezésre. Ez most így lett, a Tatterzár nagyon jó, hogy fel lett újítva, meg kell őrizni, de be kell pozícionálni megfelelően, igen, tulajdonképpen, és nagyon-nagyon el kell gondolkozni, hogy szakmailag hogy tudjuk fejleszteni ezt az egészet, ugyanis sajnos az utóbbi 10 évben, 20 évben, 30 évben a díjugratás nem tudott egyáltalán előrelépni. A díjlovasok 1936 óta nem voltak olimpián, egyedül a fogathajtás, ami tulajdonképpen egy picit viszi, de az sem olyan sikeres. Most meddig fogja vinni? Mert ugye utóbbi időben már arról lehetett hallani, most már nem folyamatosan gurul az a bizonyos kerék, megakad most már fogathajtásnál. Idén mi lesz? A 4-es fogathajtás a Formula 1. Az viszi, az a csúcsa az egész fogathajtásnak. Teljesen padlón vagyunk. Jók leszünk idén? Biztos, hogy nem leszünk jók.
sajnos, de megvan rá a lehetőség, hogy jelenleg a Lovasszövetségtől és mindenkitől teljesen függetlenül egy nemzeti fogadhajtó akadémiát hoztak létre, nem titok Hölle Martin édesapja, Hölle János kezdeményezésére, ami azt gondolom, hogy egy pici fény az alagút végén, hogy merre kellene elvinni ezt az egész dolgot. Privát magán kezdeményezések is látják azt, hogy pénzt kell áldozni az utánpótlásra. Szégyen teljes, hogy a Magyar Lovasszövetség, illetve a Fogadhajtó Szakbizottság megszüntette a fogadhajtásba a Talent programot. Az egyetlen sikeres szakágunkban megszüntették velem együtt a Talent programot. És hát a díjugratás, díjlovaglásban nem megyek bele, de ott is teljesen más szemléletnek kellene lennie, hogy sikeresek legyünk. Ott is vannak már akadémiák, hogy olvastam. Tehát. Igen, de egy olyan sportágról beszélünk, ahol tényleg szintén 1936-ban volt egy darab olimpiai díjugrató érmünk, egy bronzérmen, azóta semmi, a díjlovaglásra semmi, a militariba semmi. Ugye egy-két olimpiai résztvevő volt, de tulajdonképpen még a régi rendszerben... Na most elnézést, fontos nekünk mindig az olimpiához mérni az adott sportágat? Ez a csúcs. Hát ha mi mihez mérjük? Szóval amikor ilyenről beszélünk, hogy hobbiló tenyésztés, ezek elmebetegségek. Kinevetnek minket a hollandok és a németek, hogy mit akarunk mit. Csak és kizárólag az olimpiai szakágok és csak és kizárólag az olimpia képviseli azt a szakmaiasságot, ami utána húzná fel tulajdonképpen a hobbiló tenyésztést, még a hidegvérű tenyésztést is, hisz tulajdonképpen meg kell nézni, amikor van egy overdózunk, vagy van egy olimpikonunk bármelyik más szakágban, azonnal tulajdonképpen az a tömegbázist is nagyon-nagyon megmozgatja. Szóval ha lenne egy olimpikon díjugratónk vagy díjlovasunk, akkor Magyarországon úgy gondolom, hogy mindenki díjlovagolni meg díjugratni akar. Az más kérdés, hogy sajnos erre az elmúlt lassan 100 évben senki nem tudott megoldást találni. De hát ott a Szabó Gabi, ugye, akik azért kijutnak egy-egy nagyon rangos versenyre. Hát halovány, esélyük nincsen egy olimpiára ki. Már bocsánat, nem megsértve őket, de jelenleg, ha elmegyek egy magyarországi versenyre, megnézem a nemzeti lovard átadóját, hát nekem volt kínos a magyar lovasok teljesítménye. Miért nincs esélyünk? Azért, mert ilyen horribilis beruházásokba öljük a pénzt, ahelyett, hogy a lovasokat támogatnánk. Mit csinálnék én? Nagyon sok emberrel beszélek. Én ifjabb Tóth Lászlóval is beszélek, megkeresett engem, nagyon-nagyon sokan megkeresnek engem. Egy dolgot kellene csinálni, amit egyszer megcsináltak az elmúlt 20-30 évben. Dallos Gyulának vettek egy lovat, úgy hívták, hogy Akción. Ezt a magyar állam nagyon-nagyon nagy támogatásával tudták megvenni, több százezer német márkával, vagy millió német márkával. Ez a mai árfolyamon ez azt jelenti, mintha a legjobb lovasunknak tulajdonképpen vennénk 500 millió év, vagy 1 milliárd forintért egy lovat. Akción se jutott ki az olimpiára sajnos, de legalább egy Európa-bajnoki bronzérmet szerzett nekünk díjlovaglásba. Ez se volt tulajdonképpen annyira járható út, de ma Magyarországon az biztos, hogy az utánpótlásba kellene áldozni a pénzt. Egy forintot nem áldoznék ezekre az állami ménesekre, amik tulajdonképpen szinte egy pénzmosodaként üzemelnek. Jó, de utánpótlásra minek, hogyha úgyis a ló minőségétől függ az eredmény. Kaposváron, az egyetemen lovassport szervezőként 26 gyerek ott ül az iskolapadba, nap mint nap, ott van egy fedeles lovarda, ott van meg Magyarországon az egyetlen infrastruktúra, ahol egyetem van, fedeles lovarda van, boxok vannak, melegítőpálya, militari pálya, minden. 6 gyereket tudnak lóra ültetni. 6-ot. 20 gyerek elméletbe tanulja a lovaglást egyetemi szinten. Nincs ló. Nincs ló. Érdekes. Jó, kanyarodjunk vissza a fogadhajtáshoz. Ugye egykor az egyes fogadhajtó kapitánya is voltál. Idén mi várható, mi lesz az egyes fogadhajtókkal? Fogsz versenyezni, nem ülsz most föl? Van alkalmas lovam, világbajnokságra alkalmas lovam, a tavalyi Fábián Sebestyéni győztes ló, ott az első 3 helyezett ugye a mi lovunkkal indult, abból a legjobb lovamat eladtam, el kellett, hogy adjuk Németországba, egy német para világbajnokhoz került, de maradt még, illetve vannak utánpótlás lovaink, úgyhogy én holnap ki tudnék állítani egy egyes fogadhajtó komplett válogatottat,
Én úgy gondolom, hogy a szövetségi kapitány úr abszolút alkalmatlanul vezeti ezt az egész dolgot. Nem volt felkészülés, nem volt edzőtábor, hallovány, fogalmunk nincs, hogy hogy fogunk a hollandiai világbajnokságon részt venni. Mert most az 2018-ban. Így van, így van. Menni szeretnél? Szeretnél menni? Tehát ott szeretnél lenni? Én ott szeretnék lenni. Minden szezont úgy indítok, hogy legyünk ott a világbajnokságon 2006 óta. Ugye 2006-ban... És mi kell ahhoz, hogy ott lehessetek? Jól szerepelni. Jól hol? Szerepelni. Hol? És meg jól... van már ez a forgatókönyv, hogy mi kell ahhoz, hogy kijusson a... Olyannyira káoszban van a teljes lovaságazat, hogy a Fábián Sebestyényi szezonnyitó versenyt, ami 35 éve szezonnyitó verseny, eltörölték. És akkor most és le kell lesz? Mennünk most Mezőhegyesre. Mezőhegyesen lesz? Mezőhegyesen. Mikor? Lesz. Ugye április utolsó hétvégéjén. Akkor kezdjük a... Akkor igen. Már élesbe. Igen, illetve Hetényegyházán lesz két héttel korábban egy verseny, ahol én címvédőként állok rajthoz, mert azt a tavalyi bele számít a válogatottság, vagy ez a Hetényegyház, vagy ez ilyen bemelegítő? Amikor én voltam a szövetségi kapitány, akkor egy évre előre meg volt a program. Most vakvezet világban. Tehát nem tudni, hogy pontosan, konkrétan, hogy mi kell ahhoz, hogy a világbajnokságon indulhassa? Igazából jelen pillanatban úgy gondolom, hogy nincs is fogad. Szóval aki elindul, az mehet egy világbajnokságra, és kvalifikációt szerez természetesen. Nekem tavalyi évről van kvalifikációm, idén is gond nélkül meg tudjuk ezt szerezni. Csapatba kellene gondolkozni, de jelen pillanatban teljesen szétverték az egyes volthajtást. Jó, egyéniben akkor ott leszel világbajnokságon? Nagyon-nagyon sok mindentől fog függni, többek között az április 8-ai választásoktól. Ugye országgyűlési igen. Képviselőjelölt vagyok, hogy hogyan tudunk, de egyébként jelen pillanatban az a meglátásom, hogy ha így alakul, ha úgy, akkor is már a Hetényegyházi versenyen, mint címvédő részt kívánok venni. Ott kell lenned? Hát. Igen, igen. Mert egy Bozsiknak ott kell lenni a kocsin, igen. Ott kell ülni fent a bakon, igen. Nem? Én ott ülök minden nap, azért nekem az a kikapcsolódás. Szóval azért nem értek egyet azokkal az emberekkel, akik a Tatterzába akarják ezt a lovas dolgot megmenteni. De nekik más idejük nincsen. Akkor választanak más sportágot. A ló nem viseli el, ha hogy egy szamár uralkodjon rajta. Ló az nem egy motorbicikli, az nem egy autó, hogy beindítjuk, vagy betesszük a sarokba. És rengeteg ló emiatt, én úgy gondolom, szenved. Én amikor kimegyek az én lovastanyámra, és fölnézek esténként is a csillagos égboltra, és látom a nyugalmat, úgy gondolom, hogy ez egy igazi hagyományőrzés, hisz pont most láttam egy nyilatkozatot, ahol a Hortobágy egyik utolsó csikósa nyilatkozik, és ő azt mondja, hogy a hagyományt azt nem őrizni kell, hanem hagyományba benne kell élni. A lovas ágazatnak vissza kell térni a régi hagyományokhoz, azért nem járnak fogadhajtó versenyre sem nézők, mert teljesen a természetből kiszakították a maratonhajtást például. Régen Szilvásvadon több mint 100 000 ember volt 84-ben a kommunizmusban, amit most mindenki szíti a kommunizmusban tulajdonképpen milyen nagy problémák voltak, 100 000 emberek jártak versenyekre, olimpián lovagoltak a lovasok. Szóval a vicc kategória természetesen a kommunizmusnak is nagyon-nagyon nagy hátránya volt az, hogy a lovat azt tulajdonképpen mint egy úrizálásnak tekintették, és nem a kommunizmust védem, de nagyon sokan sajnos el kell ismerni, hogy lassan olyan helyzetben vagyunk, hogy azt sírják vissza, és ha megnézek légi képeket, díjugratóverseny, díjlovaglóverseny, 1971-ben vadászati világkiáltás, több százezer ember nézte, és természetes akadályok voltak. Vízbe mentek, kivágtak két akácfát, föltették ugrásnak, mentek rá, az erdőbe voltak, a Dunába volt maratonakadály építve, látványos igen, volt az csak egész. Tudod, a világ megváltozott, és a jogszabályok is megváltoztak. Amit most mondtál, ugye ezt elmondhatnák a rally szakák képviselő és versenyzők is, most már ott sincs néző. Ott is nehéz versenyrendezni, mert szabályozások vannak, mind környezetvédelmi, mind egyéb szabályozások miatt már nem lehet azt az időt élni, ami régen volt. Ez a gond. Tehát mindig magyarul előre kell nézni, előre kell tekinteni. Tehát a múltat már csak ezért nem tudod visszahozni, mert már szabályozások. Nem kell visszahozni, azt tulajdonképpen meg kell haladni, de az biztos, hogy rossz irányba megy tulajdonképpen az ágazat. Ez az irányon lehet változtatni, így van. Eredménybe Magyarországon pedig pláne, hisz Hollandiában azért és Németországban még megvan az a közönség, aki egyébként kimegy. Sajnos ugye más a gazdasági helyzet igen, is igen, tulajdonképpen, igen.
de Magyarországa is egy picit most meg kéne állnunk azoknak az embereknek, akik úgy gondolom, hogy kipróbáltak, megmérettek és gyengének találtattak a Magyar Lovas Szövetségbe. Most áprilisban föl kell állniuk, és új embereknek kell jönni, ugyanígy a fogadhajtó szakbizottság is. Egyébként teljesen értetetlen módon nincsen közgyűlés. Minden évben februárra, márciusban volt közgyűlés, most jelenleg mindenki kivár. Nagyon nagy a felháborodás, sajnos több negatív történés is az utóbbi években negatív hatása volt az egész ágazatra. Ezeknek az embereknek föl kell állni, és jöjjenek a fiatalok, és egy picit merítsünk a múltból, nézzük meg, hogy mit rontottunk el az elmúlt 28 évben a rendszerváltás után, és tulajdonképpen Magyarországot újra vissza kell vezetni az arany útra. Rengeteg gyerek van. Ülnek az iskolapadokba és várják a segítséget. És nem a Tatterzát várják ki 3 milliárdén, nem a Szilvás feladott 7 milliárdén, hanem azt, hogy a tehetséges gyerekeket, mint régen, Dallos Gyulától, Bozsik Józsefen át, Bárdos Györgyik, Juhász Lászlóig elkezdjük végre támogatni. Jelenleg a Nemzeti Fogadhajtó Akadémia, Hölle Jánossal az élen az egyetlen, aki legalább ezt megpróbálja. Hát már kíváncsian várjuk, hogy mire eljut. Pár percünk maradt már csak. Ebben az évben akkor, hogy mire fókuszálsz, mint fogadhajtó? Csak az egyesre, másra nem, vagy mi van még úgy előtte célkeresztben 2018-ban? Hollandia egyes fogadhajtó világbajnokság. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, azt gondoltam még 2 év, hogy sokkal jobb helyzetben legyünk, nagyon-nagyon jól indultunk. Mezőhegyesi fiatal lóvilágbajnokság. Na, indulsz ezzel, mert szoktál indulni, most kérdés, hogy fogsz. Van egy nagyon-nagyon jó 5 éves lovam. A többi lovam, amivel ugye eredményesen szerepeltem, 2 évben is én voltam a legeredményesebb magyar ló, 4.-6. helyjel. Most ők már kiöregedtek, ők már 8 évesek, viszont van utánpótlás, van egy nagyon-nagyon tehetséges 5 éves lovam, amivel úgy gondolom, hogy oda lehet érni. Jelenleg őt most díjlovas kiképzés alá vetettük, be van egyébként fogatolva. Tényleg attól függ, hogy mennyi lesz időm. Mennyire lesz időm április 8-a után. Mindenféleképpen szeretném. Akkor még minden bizonytalan még. Egy picit úgy gondolom, hogy igen. Én már azért szeretek a jövőbe látni, szóval nem mondom azt, hogy bizonytalan, nem teszek ettől függővé semmit, az élet úgyis menni fog tovább, vagy ezért, vagy azért, de más a mennyasszony fekvése, hogyha Magyarországnak egy olyan kormánya lesz, aki végre elkezdi a lovaságazatot valóban támogatni. Akkor most egyelőre kivársz kicsit. Hát a kivárás az annyi, hogy napi 3-4 óránál többet nem tudok aludni, és dolgozunk. És a lovakkal mi van? Otthon vannak. Mikor azon látogatod őket? Hát én minden nap, ugye ott élek velük. Ja, ez az, de csak ezért hagyomány tudom. Nem őrzöm, de csak ezért hanem tudom. Benne élek, én minden nap ott vagyok. Van valóban, hogy csak este 11-kor érek haza, és ugye reggel már én nem vagyok otthon már az első 7 órás etetésnél is, ilyen napok is vannak, akkor is bemegyek az istállóba, köszönök nekik, nyihognak nekem. Persze, rátszólok, hogy miért ébresztettél fel. Nem, örülnek nekem, látom, hogy várják a munkát. Amikor most ritkán 3 naponta befogom őket, prüszkölve, örömmel mennek ki, látom, hogy akarnak dolgozni. Egyes-kettes befogod be őket, hogy szoktad? Egyes-kettes, és ami a nagy álmom, a 4-es. Szóval 4-es fogatot is hajtok. Jelenleg megvan minden lehetőségünk, hogy egy Magyarországnak újra a Bozsik család adjon egy nagyon szép 4-es fogatot. Még szeretnél 4-es fogatba is? Az a célom, az a fő célom. Mikorra fog ez úgy összejönni? Tehát te is, meg a lovak is úgy minden, mikor lesz úgy egybe? Már idén azért elképzelhető, hogy elindulok 4-es fogattal a versenyen. Mondom, minden kezd összeállni hozzá. Teljesen arra rá kell fókuszálnom, és 0-24-be egy 4-es fogat azt igényli, a 2-es azért egy amatőrebb sport, az 1-es is tulajdonképpen a legegyszerűbb, de a 4-esnél ott 3-4 embernek napi 24 órán ezen kell gondolkozni, hogy egy profi csapatként odálljunk újra egy világbajnokságra. Ugye édesapám mögött én segédhajtó már voltam világbajnokságon többször, de az lenne a fő célunk, hogy tényleg egy nagyon szép 4-es fogatot. Nem mondom azt, hogy világbajnok 4-es fogatot, mert ahhoz nagyon-nagyon nagy anyagi segítség is kellene, de elképzelhető, hogy ez is meg lesz, ha elkezdik végre a szakmát támogatni, de 4-es fogathajtókat hívnak csak meg Áhenba, 4-es fogathajtók vehetnek csak részt a vadászati világkiállításra, amit újra megvenni Európa bajnokságon, szóval 4-es fogat lenne az, ami igazán vinni a magyar hírt, amikor egy magyar
ütőerős négyes fogat. Hát akkor tessék, ott kell bizonyítanod, fogaton. Igen, ez egy távlati cél. A fogathajtásban hál' Isten még 80 évesen is lehet indulni. Így versenyen, van. 36 éves vagyok, úgyhogy... Most már ideje elkezdened. Így van. Köszönöm szépen, hogy köszönöm szépen én is. További sportosat.